hogyan kell élni, apám azt mondta, hogy ne bánts mást. Dömötör Csaba kancellár szerint nagyon fontos, hogy időnként megálljunk egy pillanatra, és értékeljük az intézményekben folyó kemény munkát. Hogy mindenkinek, aki egy intézményben, egy iskolában dolgozik, nagyon nagy hangsúly van persze természetesen a pedagógusokon, az oktatókon, de nagyon nagy hangsúly van azokon a kollégáinkon is, akik a háttérben azokat a feltételeket biztosítják, ami ahhoz kell, hogy mindenki jól érezze magát, tiszta környezetben legyen, minden rendben legyen, minden a helyén legyen, meleg legyen, világítás legyen, az eszközök működjenek, szép legyen az udvar, le legyen nyírva a fű, hiszen ezek mind ahhoz azok az aprónak tűnő, de nem elhanyagolható dolgok, amik egyrészt egy intézménynek az arculatát is meghatározzák, másrészt meghatározzák azt is, hogy aki ott van bent, ő hogy érzi magát. Szilágyi Tímea Tamásiban, a Vályi Péter szakképzőiskolában dolgozik. Minőségi és sokrétű munkájáért méltatták. Jelen pillanatban a minőségi irányítási munkaközösségvezető vagyok, illetve a közösségi szolgálat koordinátora, illetve nagyon szeretem a gyerekeket, minden évben táncot tanítok be, a szalagavató táncot, és testnevelő tanár is vagyok, másik szakom a földrajz, úgyhogy rendkívül sokrétű dolgot csinálok a Vályiban. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Perczel Mór Technikum és Kollégiumban Nótás Istvánné az iskola tisztán tartásáért felelős. Először jutalmazták tevékenységéért. Elismerésben részesültem, ugye, jó munkámért, nagyon örülök neki, és tényleg jó leső érzés ez az egész úgy nekünk. Ságiné Bakonyi Judit, az Ady Endre Technikum és Kollégium iskola titkára boldogan vette át oklevelét. Nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni, úgyhogy ez nagyon nagy pozitívum a munkámban, és szeretem a változatosságot, mint iskolatitkár ezt mindig megkapom, mert soha nem lehet kiszámítani éppen milyen feladatok jönnek, ami aktuális feladat, és milyen kihívások vannak minden nap, más és más, úgyhogy én ezért szeretem ezt csinálni. Hosszú lett az elismerésben részesültek sora, ez is azt bizonyítja, hogy sokkal lelkiismeretes, alázatos munkatárs az intézményekben.